A Napfonat nevű női akapella együttesben énekelek, és perkuszív hangszereken játszom. Innen ismerhet a leginkább a közönség. Emellett volt már régebben kisebb zenekarom, vokáloztam nagyon sok helyen, és most a saját nevem alatt fut a szóló projektem. A dalom címe Kerkám, egy elég nehéz időszak ihlette, amiben a víz segített valahogy így megélni az érzéseimet, áramlóbbnak lenni, hagyni, hogy tovább is menjenek. És a kerk az egy folyó, és van egy népdalbetét a dalban, a refrén. Innen jött a kerka, mint motívum is, és mint a cím is. És mivel ez az én utam, vagy ez az én folyamatom ezzel a folyóval, ezért lett az én kerkám. A dalt én magam kezdtem el kidolgozni, úgyhogy a saját énekemre építettem sávokat, ezt úgy hívják, hogy loopolás, és gyakorlatilag egy ilyen saját kórust alakítottam ki a saját hangomból, és még egy kis perkát rátettem, és ez volt így az alapdemója. Göncz Gábor, aki Ösznomád néven működik producerként, ő intenzívebben mozog ebben az elektronikus világban, és neki volt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha valamilyen folktron a jellegű dalt hoznánk össze. Egy alkotó ember vagyok, nagyon szeretek dalokat írni, meg nekem nagyon fontosak a dalok, maga a dalszerzés nagyon fontos. Nekem valahol ez egy ilyen, szerintem terápiás folyamat is tud lenni sokszor. Napfonatban nagyon tudok önazonos lenni, de vannak olyan részeim, amiket mégiscsak a szóló dolgaimba tudok leginkább megformálni, ráadásul ott teljesen olyan, amilyennek én képzelem el. Szerintem a zenémnek van egy kicsi folkos hangulata, meg íze, mert valahogy ez jön mostanában belőlem. Idénre kitűztem magamnak célul, hogy megjelenjen a szólólemezem. Ez eléggé színes lesz szerintem. Nagyon sok minden lesz rajta, úgyhogy nagyon más lesz szerintem, mint amit a Napfonatból ismernek tőlem. Body pie.